Az elkövetkező percekben egy különleges kísérletnek fogjuk majd alávetni az Energo Team outdoor csizmáit, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy akár a hideg vízben állva ezek hogyan bírják a kiképzést, és természetesen akár az én lábam hogyan bírja majd ezt a komfortot. Ebbe a dézsába már hideg vizet tettünk, úgyhogy bele is rakom ezt az eszközt. Itt lehet látni, hogy a levegő hőmérséklete 22 fok fölött van, amíg szépen dolgozik ez a kis hőmérő, már látjuk, hogy bőven 20 fok alatt van a víz. Szeretnénk megspékelni ezt a dolgot, úgyhogy hoztam még jeget. Hát a jeges Dunának az alapját elkészítettük. A víz hőmérséklete már 10 Celsius fok körül jár, de egész biztos, hogy a jégnek köszönhetően ez lejjebb fog majd még csökkenni, de addig ismerkedjünk meg mai tesztünk alanyával. Az outdoor csizmák közül a Thermo Plus csizma az alapmodell. Ez gyakorlatilag a gyártó által szavatolt, hogy mínusz 20 Celsius fokig nem engedi a külső hőmérsékletet gyakorlatilag a belső térbe átengedni. Íme ez lesz tehát a tesztünk fő alanya. A másik pedig, hát nevezzük farmer csizmának, de ha azt mondom, hogy egy hagyományos gumicsizma, akkor sem hazudok vele. Ez lesz tehát majd a kontraszt. Elsőként vessük alá a mérlegtesztnek mind a két csizmát. Ez egy hagyományos gumicsizma, minden bizonyára önök is találkoztak már ilyennel. Szintén egy 42-es méretű, ebben ráadásul nemhogy kivehető, hanem egyáltalán semmilyen bélés nincsen. De akkor nézzük, hogy a mérlegben mit fog majd mutatni, amelyet, ha ráhelyezem, hát 69 dekagram, nem is gondoltam, hogy ilyen súlya van ennek a csizmának. Na nézzük akkor ezzel szemben a Outdoor Eva Thermo Plus csizma. Mérjük ezt is elsőként bélés nélkül. 24 dekagramot nyom. Tehát 2,5-szerese legalább ennek a másik csizmának a súlya, mint ami az Eva Thermo Plus. Ez azért azt gondolom, hogy már önmagáért beszél, de akkor nézzük meg béléssel együtt, mert az lesz az, amit igazából mi hordani fogunk majd a lábunkon. 33 dekagram. Hihetetlen. Érezni már érzem a hagyományos csizmánál, hogy azért hűs. Az Evánál még nem nagyon. Leteszem ide a hőmérőket. Hátra dőlök, mint a hölgyek a manikűr-pedikűr szolgáltatásnál, és várunk. A különbség azért elég markáns, most már eltelt legalább negyed óra, hogy itt ülök ebben a szuper wellness kényeztetésben, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt a jobb lábamon a gumicsizmában most már nagyon hideg van. Szóval ez a 13 fok, amit itt mutatott a mérő, meg a másikban a 28, hát a kettő között van 15 Celsius foknyi különbség, és hát az Eva Thermo Plus csizmába még bele se raktuk a belső bélést. Ezt most engedelmükkel most már kiveszem, mert nagyon hideg van benne. Azt gondolom, hogy ez a teszt kellően objektív, de ne menjenek sehová, mert most jön az igazi darabolás. Szana szét fogjuk szedni az Eva Thermo Plus csizmát. Gyakorlatilag teljesen végig ebből az Eva anyagból áll. A talp részén különlegesen vastag, és ez az, ami miatt 15 fokkal melegebb van ebben a csizmában, mint egy hagyományosban.